A mai videóban, srácok, mi a történt itt? Imádom a munkahelyemet kajakra. Aha. Ez remélem éppen a rendőrt hívott, Balázs. Bejött volna bárki, itt vannak a kamerák, minden látszik. Most mégis miért büdös f***? Ember! Tudod, milyen izgalmas nap lesz? A mai, Máté. Nem tudod. Tudod, miért nem tudod? Mert még nem tudsz beszélni. Hello, my stroke. Én vagyok. Balázs. Balázs vagyok! Úristen, gyerekek, mi fog történni? Már fogom a fejem, már látom a sok negatív kommentet, már látom a videót rólunk, hogy mekkora kamuk vagyunk. Srácok, újraindul a prank háború. Most ez a dominó eleje, érted? Ez a kenyérre a vaj. Enélkül nincsen csatorna, gyerekek. Imádok szivatni, úgyhogy újra kezdem ezt a sorozatot most az én csatornámon. Nagyon remélem, hogy a többi csatornán nem fogunk ilyet látni. Én úgy gondoltam, hogy most ebbe a évadba nem fog finomkodni. Vettem egy nadrágot, csak a mai nap tiszteletére. Azért maradt rajta a címke, hogy ha vissza kéne vinni, akkor. Na, hogy baj legyen, érted? Fel kell írnunk egy stratégiát elsőnek. Elsőnek akkor kell egy fehér tábla nekünk. Úgy látom, ez pipa. Kell egy field store még nekünk. Úgy látom, az is megvan, pipa. Kell egy szexi operatőr. Ez dupla pipa. A mai nap mit fogunk csinálni? Bedét fogom megszivatni, az örök kedvencet. Az első, bedét megszivatni, ez lesz a legeslegelső dolog, amit ma véghez kell vinni. A második, szétszedni a házat. A mai videóban ezt az egész lakást szét fogom szedni, tönkre fogom tenni, értitek, úgy, ahogy van. És eljátszom, mintha betörtek volna és elvittek volna mindent. És a harmadik pedig az, hogy iratkozz fel! Ez egy nagyon fontos néző. Kérlek, iratkozz fel, hogyha tetszik neked ez a csatorna, és hidd el, nekem nem fogok csalódást okozni ezzel a sorozattal. Ebbe fogok rabolni. Jó lesz így? Mi? Jó? Tényleg? Valahogy úgy akarom, hogy kicsit lehessen Bedének, hogy az én szobámat teljesen rendbe fogom hagyni. Hozzá se fogok érni, csak azért is, hogy az ő szobáját meg tetőtől talpig fel fogom forgatni. Lehet ez rossz ötlet volt, amúgy nem fogok benyúlni az ágya alá szerintem. A terv nagyon egyszerű volt, Bedét elküldtem itthonról és rábíztam a barátnőjére, hogy vigyázzon rá. Kicsit fura, igen. És az a terv majd, hogy együtt fogunk hazajönni ide Bedével, szóval én majd elmegyek a gyerekért, Bedéért. Nyitva fogom hagyni az ajtót is, minden meg van tervezve, most már csak is annyi kell, hogy átöltözzek. Visszavittelek titeket, mi? 2010... Jól nézek ki? Felvettem a bőrnaszimat is a rabláshoz, azért tudják már, hogy stílusosan érkezem meg. Azt szeretném, hogy Bede nagyon-nagyon ki legyen akadva, vagy az összes cipőjét el fogom rakni. Az összes cuccát, az összes ékszerét el fogom rakni. Kezdjük el szétszedni a házat. Hogy vártam ezt a pillanatot? Miért pont nyáron csinálom ezt a k***a videót? Hát megfők! Jó, szétszedtem eddig? Kemény, mi? Kéne egy szatyol nekem. Környezettudatosak leszünk, hiába rablásról van szó. Ezt tudod, milyen jó? Én imádom a munkahelyemet kajakra. Kérdezik, hogy mit csináltam? Ah, semmi, csak kiraboltam egy házat. Kilopom a hűtőt is, jó? Hát, inkább nem, úgy ebben csak romlott kaja van. De azért nézd már rá. Nézd már ide! Ahogy tényleg úgy néz ki, mint a kellett volna rabolva. Az lenne a sztoria az egésznek, hogy átnézte a rabló a Bede ruháit, és egyik se kellett neki, olyan szar stílusa van. És még a pezsgőjét is megissza az itt lakóknak. Kemény, mi? Úristen, ez de rossz. Húzom le. Jaj! Jó azért, de a munkája is kiáll a megérdemelt pezsgőzés. Az a baj, hogy kölyökre semmit nem szoktunk magunknak venni, úgyhogy nincs itthon semmi. Megvan a főnyeremény, a cipellők. Szerintem mióta itt lakunk, ebbe a szekrénybe egyszer sem nézett még ebben, meg én se. Nem is tudtam, hogy itt vannak kabátok. Ez mi az? Itt van egy ajtó. Nem tudtam, itt lakom, nem tudom mióta, és nem láttam, hogy itt van ajtó. Lehet, hogy átvezet egy Narniába, vagy nem tudom. Vagy átvezet egy jobb YouTube csatornára, mint ez. Akik létszére kapcsolják. Aha, itt van a sok bing, bling, bling, vagy mi az? Bing, 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 ping, pong. Bling, bling, bling. Bitches is mad. Úristen, hogy én mennyire szeretek rombolni a gitárját. Megfogom, és fordítva rakom bele. A kutyának itt van ebbe a vize. Még azt is kirabolom.
Még a kutyának sem marad itt a víz, azt is mindent kiviszünk. Szerintem ennek a kutyának benne volt a nyála. A látszat kedvé muszáj párszor belerúgnom ezekbe a ruhákba. Ezeket is kinyitom. Jó. Az a baj, hogy még nem raboltam ki házat, és nem tudom, hogy ez hogy kéne, hogy kinézzen utána. Be fogok nyomni még a tévén ilyen glitchet is. TV glitch. Jó így. Szerintem ez rohadtul jó lesz így. Annyit csinálunk még, hogy hozok be fűrészport, azt szétszórom a lakásba. Ciao! Nulla, nincsen semmi, itthon vagyok jelenleg. De nem sokára megyek el itthonról. Na fasza, este? Aha, vagyok. Na jó, van akkor, többiek? Hát ők nem beszéltem. Mert... Mikor mész el? Mikor mész el? Egy fél óra múlva. Fasza. Átmegyek Kamillához. Szerintem akkor érek haza pont. Oké, és szia. Csalkány, szia. Jó. Csalkány, szia. A életbe! Szétszedni a házat, odaírjuk, zárójelbe, hogy 30 p alatt. 30 perc alatt. Kidegesz, Máté, nagyon. Felvesszük a védőfelszerelést. A biztonság az első. Oké, látod, hogy te hülyén érzem magam, ember. Kajakra. Mikor csináltam én ezt utoljára? Most már oda nem lépünk. A kandi kamerákat kell most már elrejteni csak. Csináltam egy ilyet, van egy ilyen, tudod ez, amikor elmész a Mekibe, kikönyörgöd anyádnak, hogy elmenjetek a Mekibe, és ott van ilyen pohár, annak az oldalára csináltam egy kis lyukat, amin keresztül teljesen kilát a kamera. Letakarjuk feketével ezeket a párnákat. Jaj, az rendesen még jó lesz ott, nem? És akkor lesz még egy kamera, ide lesz elrejtve. Ezt gyorsan megmakerálom. Innen majd, hogyha bejön be, de... Úristen, ki volt ez? Várjál, nem így, bocs. Úristen, ki volt ez? A méretkülönbség volt, tudod? Ide rakjuk köré, és akkor bam, megvannak a kandi kamerák. Az azért fog kelleni, mivel a látszatát kell kelteni annak, mint hogyha a bútorok szétlettek volna batva. Ezért ez kicsit így... Körbeszóljuk az egész házat. I'm gonna burn it to the ground. És direkt cipővel körbejárkálom az egészet. Kiraboltam a házat, gyerekek. Nem tudtam mazba, bocsánat, mert belesül a picsám. Oh, hell no. Ezt... Elrejtem ide. Szétszedni a házat. Pipa, iratkozz fel, ezt már... megtetted? Nem tudom, még nem pipálom ki. Ilyeneket, hogy parfüm. Napszemüvegek. Illatosító. Szerintem nem észrevehető amúgy egyáltalán. Ez a kamera se észrevehető. Észrevehető egyből. Nyilván nem tudom, hogy hol van, bazzeg. Én tudom, hogy hol van, nem vagyok hülye. Emeljek Kamilla, ott fogunk találkozni egybe. És utána pedig onnan. Meg... Jövök majd ide. Ez lesz a leggonoszabb névjegyem. És csak május lesz a naptáron kiírva. Ez az első szivatás, amiben te is benne vagy, úgyhogy tényleg megtisztelő veled, mert imádjuk. Hogyan fogom ezt tudni kimagyarázni Betének, hogy ne hívjon rendőrt. A pánikot el akarom kerülni mindenképpen, ezért is akarom megbeszélni vele. Jó, oké. Okay. Nagyon szorít az idő, most megyek a meeting pontra, ott, ahol találkozom Bedével, és lokátor szerint Bede nem sokára oda fog élni, úgyhogy most már nagyon-nagyon kell sietnem. Júj! Mehetünk! Látunk. Jó. Milyen volt Debrecenben? Semmi. Gondolom, ma itthon fogsz pihenni. Csak úgy mondom. Megszállni. Mi? Ezt kurva. Hamarabb értél haza, mint ahogy mondtad. Ja, hát igen, mert úgy közben nem látom meg szexuálni végül. Mi csak az a... Vezethetsz. Nagyon-nagyon ideges vagy vele, mi van veled? Van. Megyünk edzeni. Mit csináltál ma bere? Jó volt? Csajoztál? Csajoztat is már. Most csak kettőre volt ilyen. Volt először Viki, utána előbb volt a második személyisége, úgyhogy nem voltam. Az kemény. Ez az már. Zene. Jó idő. Szórakozás. Akkor most már tudom, hogy mire megy ki. A kedvenc számomat kérted el a kívánságból is sajtbe. Ez az. És pop, azért akartál, akkor ennyire siessünk mi? Igen. Na, tudom, hogy szeretlek Balázs. Tényleg jó arc vagy amúgy. Tényleg ilyeneket megteszel, értem. Tesó, testvér. És ez a kedvenc zenéje, ez a... Staring in the hall of fame! Igen, ez testvériség, te is tudod. Olyan jó időben ki kéne ülni. Te
Mi? Ez mi a f***a volt? Bejött volna bárki, itt vannak a kamerák, minden látszik. Nyitva, ez is nyitva, és az is nyitva van. Most mégis milyen bűnös f***t álljon. Bezártam mindent, miért lenne nyitva hagyva? Mármint, hogy most bezártad az ajtót, azt kérdezem. Ez mi a f***om itt? Megyek, megkérdezem a szomszédot. Nem, mi a másik megoldás? Gyere, ülj le! Ülj! Itt van a haverod lebukott, b***d. Kurva életbe jussz, b***dek, a kurva életbe! A fal mellett, az kijön. Kurva életbe! Egy dolog fordult meg a fejembe, hogy szétb***dak mindent, de azért behozták a gerendát, azt regál, hogy szétfűrészelték magunknak. Hát ez miért? A fűrész marasz, honnan a f***omból jött volna? Kurva életben, Máté, hanem még a TV is elkapcsolt. Még innen is elpakoltunk mindent. Akkor elő is keresed, légy szíves. Mert te be vagy szága, látszik rajtad, hogy most meg vagy könnyebbül ember. De. Tedd fel magadra bele. De kicsi is szartál be. Szerinted nem szartam be, akkor szartam be a legjobban amúgy, amikor becsapódott az ajtó. Oh. Na akkor beszartam nagyon. Uh-huh. Amúgy ez ott kemény volt, ott ahogy becsapódott az ajtó. Ennyi össz, nagyon fürge lábaid vannak, ügyes vagy. A húzat húzta be. Tényleg? Igen, biztos vagyok benne. Igen. Mert kinyitottam az ajtót. Ez komoly? Igen. Úristen, gyerekek, ez egy kibaszott nagy el, úristen. Hú, vissza kell lenni. Nyugi, lesz majd másik hasonló videó, amikor fordított eset lesz. Na az nem lesz ennyire. Nem lesz amatőr. Akartál rendőrt hívni amúgy? Nem. De ahogy is, ha találnak itt valamit, akkor... Jól van vele! Jól van, faszunk ki van! Nagyon-nagyon rosszul sikerült ez a prank, még egy DJ set is beindult a háttérbe. Értékelem azt, hogy milyen jó romboló képességed van. Valószínűleg ma megmutatkozik, hogy milyen jó takarító képességed is van. Ez nagyon jó lesz megnézni, ez kiancsolja, hogy tesó, az tedd rá, az most nagyon nagy. Jó van, gyerekek, köszönjük szépen a figyelmet! Jó van, csá!